A Földnapjának a megünnepése zajlik most éppen. Mi azt szoktuk mondani a gyerekeknek, hogy mivel nekünk is van születésnapunk, a Földnek is ma van a születésnapja, és ezt szeretnénk megünnepelni úgy, hogy érzékenyítjük a gyermekeinket a Föld szépsége iránt, és a Földet fenyegető problémák iránt is egyben. Na és még mit tudunk csinálni, hogy megvédjük a Földet? Ezt már elmondtuk, igen. Nagyon-nagyon szeretik a gyerekek, amint látjátok, nagyon sok ismerettel is rendelkeznek, hiszen az év kiemelt feladata is a környezettudatos nevelés, és ezt szeretnénk kiterjeszteni a szülőkre is. Az ő figyelmüket is fölhívjuk, hogy mit tehetünk mi, akár a háztartásokban, akár a városunkban, azért, hogy a mi kis környezetünkben szebbé, jobbá tegyük, és ezzel segítsünk a Föld életben tartásában. Figyeljetek, hogy mit kell csinálni! Évek óta működik már nálunk az Egy Gyerek, Egy Világ program, és a mai napra is virágokat hoztak a szülők, amelyeket a gyermekek el fognak ültetni, és ezeknek a fejlődését majd közösen fogják megfigyelni, megtekinteni, és majd a gyermekek fogják ezeket a növényeket gondozni. És szülőértekezleteken is fölhívjuk a figyelmüket akár a mi utcánkra, hiszen a mi közvetlen környezetünk az utcánk, és fényképeket szoktunk készíteni, hogy milyen problémákat tapasztalunk, és kérjük őket a ebben való segítségbe, de szülős programok keretében is szoktuk. Például most a Roma program következik, ahol szintén olyan kis feladatokat is csempészünk bele, amelyek a Földünk védelmével kapcsolatos feladatok.